A mai videóban kipróbáljuk a legjobb Elimination Workshop pályákat a Stumble Guys-ban. Bence 30-al, let's go! Természetesen ugye még Elimination pályát sajnos nem lehet építeni, úgyhogy tulajdonképpen ezek részpályának vannak megcsinálva, viszont Elimination pályaként lehet őket játszani, tehát úgy vannak felépítve, hogy lehet rajta Eliminationben 1v1-ezni, és nyilvánvalóan, hogyha leesel, akkor itt respawnolsz, de attól függetlenül lehet Eliminationként játszani rajta haverokkal. Állítom is az első pályát, és hívlak is megfeleteso. Nézzük meg, hogy ki fog tudni többet nyerni, illetve pontozhatjuk is majd a pályákat, hogy szerintünk mennyire jók, vagy pedig rosszak. Oké, és ez így nagyon szar lesz. Az első pályánk nem lesz más, mint az Ever Yogg nevezetű Elimination map, gondolom a játékosnak ez a neve, aki csinálta, és már is konkrétan itt spawnolunk a pályának az alján. Itt gondolom, hogy itt fel kell ugrálni, nem tudom, tesó, te hol a bánatba vagy. Én azon nyomban leestem, tehát hogy azon nyomban leestem a egész pályáról, most meg ide dobott föl, és innen föntről már konkrétan nem lehet nagyon leesni. Itt az a egyébként gondolom, hogy ezen a rózsaszín genyón kell fölmaradni, jó, én meghaltam, és engem is oda földobott volna, de én. De mi a szar ez a pálya? Fönt innen nem lehet leesni egyébként. Várjál, most meghalok és megnézem, hogy aha, itt vagyunk az ilyen honey droppokon. Igen, de innen nem lehet leesni, mert újra spónolnak. Szóval itt, hát itt igazából ez... Hát magunktól nem lehet, tesó, de mi van akkor, hogyha például fogom magam is egy dobókockát bevetek? Hát már lepülsz is lefele a francba. És ugye ott a lenti részen pedig már ilyen lézerek vannak, és itt pedig, hogyha leesel, akkor az a lényeg, hogy a lézerek között, illetve vannak még ilyen szar kis botbash-szerű vackok is, nyilván ide nehezen mozogni konkrétan. Igen. Ide föntre respawnolsz, mert úgymond gondolom alapból úgy van kitalálva a pálya, hogy itt kezdődik, és ugye innen leesel, akkor alatta meg ott azok között a lézerek, meg minden szar. Jó, akkor figyelj, akkor mehet. Na menjen, mehetsz, akkor most menjen egy éles 1v1, mehet, tesó. Dobj és a kockát, nem jön össze, én is rossz helyre dobtam sajnos. Én fölül respawnolnak a blokkok, úgyhogy Vence 30 le is esik a fenébe, de nem esik le teljesen. Teljesen nem, de most itt vagyok viszont alul. Az a baj, hogy így viszont ez innen alulra nem fogom tudni ezt megnyerni, onnan fölülről egyedül nem lehet le. Jó, lejövök akkor én is, lejövök én is. Meghaltam sajnos a lézerbe. Természetesen meg is nyertem a pályát. Amúgy szerintem ez viszonylag kreatív, mert azért bele van építve valamennyire ez a honey droppos cucc, de itt ezek a mozgó sárga dolgok, amiken föl lehet még szintén maradni, ugye erről is nyilván le lehet boxolgatni egymást, ez is szerintem még egy jó plusz, itt pedig a lézerek is be vannak kombinálva, ami kicsit lézertrészeres, kicsit az ilyen botbeses cuccokhoz hasonlítanak, ezek az ilyen mozgó kamerák, vagy nem tudom mi a francok, az is érdekes, de azért még ilyen szélfúvás is van benne. Szerintem ez egy ilyen 10x8-as, 10x9-es Elimination map. Szerintem ennyire tetszik neked, hát szerintem oké, és vagy amúgy egész kreatív, meg vannak benne jó dolgok, de kicsit szerintem sok, tehát hogy ez már olyan, hogy itt nagyon nem tudsz mire figyelni, meg kicsit túlságosan is nehéz, tehát hogy alapvetően rögtön igazából, hogyha leesel, akkor meghalsz, tehát hogyha ott lent életben tudjál maradni, azért az eléggé jónak kell lenned, mert itt fent oké, okay. Ja meg ez az a bajom nekem leginkább ezzel, hogy itt fent meg túl könnyű, ugye le, tehát itt igazából az az 1v1, hogyha itt valaki leboxolja, vagy le... kockázza a másikat, akkor igazából megnyerte, ugyanis akkor ő itt fönt bármeddig a végtelenségig el tud ugrálni. Igen, de nem itt... feltétlenül 1v1-ezni kell, tehát most ezt úgy képzeld, hogy 32-en vannak rajta. Azért akkor nem hát sokáig 32-en vannak rajta, akkor meg itt felül az egész eltűnik rögtön. Igen, és akkor kb. Annyi, hogy ide leesel, és figyelj, azt mondod, hogy nem sokáig tudok itt lent maradni, hát figyelj, most megmutatom neked, hogy azért itt meg lehet azért maradni bőven. Itt betauntozok, itt szépen ide oldalra eljövök, itt vagyok még mindig, tesó, hát már vagy 20 másodperce itt vagyok lent, és még mindig csillen. El vagyok, tehát hogy azért nem kell itt egyből meghalni. Az biztos, hogy valami speed boostok, vagy nem tudom, mik is vannak a pálya alatt. Mondani, tehát, van a pálya alatt, össze-vissza így mozogsz, mint egy hülye, tehát az még pluszba bele van kombinálva, szóval azért dolgoztak veled, de azért egy fél percig ott lent is, hogyha ügyesebb vagy, szerintem el lehet szórakozni. Ja, amúgy tényleg egyébként ezeken a sárga szarokon amúgy lehet lenni egyébként. Igen, meg alapból ide leesel ezekre a sárga cuccokra, még ezeken is azért el lehet ugrándozni, és erről is ugye mondtam, hogy tök jó. Erről amúgy nem szólni a másik itt van. Jó, amúgy tényleg nem annyira rossz egyébként. Az hogy mennyi adnál? Hát, nekem egy kicsit sok, de egyébként így, hogy jobban átbeszéltük, így egyébként tényleg rájöttem, hogy amúgy teljesen ki van találva. Viszont nekem még így is kicsit sok, úgyhogy én egy 10x7-et tudok erre adni. Az se rossz egyébként. Nem szóval rossz, nem rossz. Hát így, hogy átbeszéltük, hogy egyébként hogy is néz ki, meg hogy igazából ezeken a sárga cuccokon itt fönt fenn lehet maradni, meg ilyenek, így nekem 10x7. Kicsit túlzásnak érzem, kicsit egyel kevesebb dolog jó lett volna bele, de szerintem egy 10x7-es még így is, ettől függetlenül. A következő pályát egy Blade Yeti nevű kreator építette, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud
tudott összehozni. És itt is van maga a pálya, Round and Round névre hallgat. Atya világ, amúgy ez nem tűnik rossznak, ilyen körbe vannak ilyen boost pedek, gondolom itt kell magára a pályára fölmenni, és akkor itt megyünk körbe, közben ilyen szelek is vannak, meg minden hülyeségek, és közben itt, miközben így megyünk ilyen speed boosttal, közben kell így még szivatni is a másikat. Persze nyilván itt azért ilyen földből kiálló hülyeségek is vannak, remélem újra spawnolom, hogy ez a blokk, mert egyébként kurva. Szerintem amúgy ez azért van így megcsinálva, mert úgymond akik kiesnek, azok ide kerülnek, és akkor még tudnak tovább versenyezni, akik még benn vannak. Azért hát valószínűleg igen egyébként. Hát akkor ezzel sajnos túl sokat nem fogunk tudni szórakozni, de így maga az ötlet egyébként szerintem egyáltalán nem rossz, azok a tüskék eléggé kiszámíthatatlanok, meg azért elég sok mindenben ezen a pályán is azért az könyv. Ez egy jó ötlet, amúgy szerintem. De amúgy egy jó ötlet, meg nem nagyon láttam még hasonlót, úgyhogy erre én még egy 10 per 7-et adnék, az előző az nekem azért jobban tetszett egy kicsit, meg talán több munka is volt vele, ezt mondjuk egy 20 perc alatt meg lehet csinálni. De hát nekem amúgy ez jobban tetszik egyébként, hogyha tudnánk rajta normálisan játszani, akkor biztos, hogy jobb pontot adnék, mint az előző pályára, viszont így, hogy nem nagyon tudjuk kipróbálni, ezért nekem is marad ez a 10 per 7. Nekem tetszik az ötlet, sokkal jobban örülök neki, hogy ilyen egyszerűbb, meg amúgy szerintem sokkal kreatívabb is, mert ilyen tényleg nagyon nincsen a játékba, úgyhogy ez is egy 10 per 7 nekem. Egyébként srácok, hogyha nektek is vannak egyébként hasonló elimination pályáitok, akkor nyugodtan küldjétek el a kódját a komment szekcióba, illetve jelezzétek egy lájkot, hogyha szeretnétek még hasonló részt látni, ahol akár a ti ilyen elimination pályáitokat próbáljuk ki. A következő pálya pedig a Laser Escape névre hallgat. Atya világ, mi ez a sok lézer ott? Hülye, nem látom a karakteremet, jó? Igen, egy kicsit fura a spawn, meg azt nem tudom, hogy ez miért annyira elimination pálya, egyelőre nem látom, hogy itt mi az elimination. Lehet az, hogy itt kell izé ütnünk egymást, amíg itt a lézerek között közben egyébként így ugrálni is kell. Úristen, is fölugrok, amikor nem kell. Itt van egy másik ilyen is, ahol lehet jönni egyébként. Szevasztesó, ez ugyanaz, nem? Ja nem, kettő ilyen cucc van. Kettő ilyen cucc van, és ezek így mozognak oda-vissza, és azokon kell gondolom fönnmaradni, miközben ott a lézerek is jönnek ide-oda. Ez amúgy érdekes koncepció. Annyira nem egy klasszikus elimination pályára emlékeztet igazából. Meg gondolom innen amúgy az egyikről a másikra is át lehet ugrani. Igen, és ugyanazt csináljuk egyébként rögtön. De hát nem bírunk egy millimétert se tovább jutni. Jó, mindegy, hogy most ne fájtoljunk. Hülye, ezen a rúdon lehet menni. A, tényleg. De amúgy nem túl könnyű. Nem, ott beüti a fejét. Nem, átmegy alatta. Jó, amúgy lehet a rúdon menni, csak... Azért meg kell várni ilyenkor újra, hogy ideérjen, hogyha esetleg elrontod. Jó, mindegy, most akkor ne fájtoljunk, akkor nézzük meg, hogy ott mi van a végén. Most próbáljunk meg tovább jutni ezen. Kell menni. De mennyi lézer jön? Úristen, amúgy nagyon nehéz egyébként ott túl jutni. Én nem is tudom, hogy van erre valami külön taktika, vagy mit kéne itt alkalmazni, de az a baj, hogy nem látom át annyira, hogy le kéne húzni alulra a kameranézetet, hogy lássuk, hogy melyik az, ami alatt lehet átmenni, meg melyik az, ami rá kell ugrani. Fölülről át kell ugrani, ezt is fölülről át kell ugrani, ezt meg nem, vagy nem tudom. Ó, de hülye, ez nagyon nehéz egyébként. Kicsit talán ez túl nehézre lett megcsinálva ez a pálya. Ott a végén az a sok lézer, az nem tudom egyébként, hogy mit szimbolizál. Á, nem lehet. De ne üss le! De most nekem az volt, hogy fájtalunk. Á, de nem lehet ezt megcsinálni egyszerűen. Meg amúgy nem tudom, hogy itt hol az elimination, tehát hogy most itt ez mi. Hát akkor hasra. Na végére nagyon kíváncsi lennék. De oda sajnos úgy látom, hogy nem fogunk tudni eljutni. Főleg, hogyha hasra veti magát ez a köcsög. Az a baj, ha még nem is veti hasra magát, akkor is muszáj néha ugranod a lézerek miatt, és az ugrásnál fixen hasra veti magát. Azt nem értem, hogy ott fölüljön, tehát most ez jó, hogy ezen átmegyek, de hát ott alul is jön, de ez annyira szemétség. Aj, nem már. Itt néz, itt oké, itt oké, itt oké, itt áj. Hát ez srácok, nekem egy 10 per 5 vagy egy 10 per 6, amúgy nem rossz maga az ötlet, meg a pálya, csak az a baj. Rohadt nehéz. Esélytelen ott átmenni, hallod. Na nézd meg, itt most megyünk, most koncentrálj, most koncentrálj. Nézd, ott jön fölül, most kell ugrani, jó, most kell ugrani, jó, most kell. De nem lehet, mert nem ugrik, mert már ott tart a lézer. Az a baj, hogy talpon is amúgy át lehetne menni, ha nem vágná hasra magát egyébként. Át lehetne, persze, át lehetne sétálni. Na nézd meg, ott alul jön, most kell ugrani egyet, most bam, most megint ugrani kell, de nem. Nem, az alatt átmegy. De ilyenkor meg van olyan, hogy esélytelen ott átmenni, mert éppen akkor jön fölül. Igen. Nem tudom, hogy ez létezik olyan ember, aki kivitte. Há, biztos meg lehet csinálni, de rohadt nehéz, meg nem tudom, hogy itt tényleg, hogy az elimination része most itt egymást leüt. Tehát az a baj, túl nehéz, igazából nem lenne rossz, de ott fölül jön, érted? Hát, srácok, ez borzasztóan nehéz ez a pálya, szóval csak ez egy kicsit a baj vele, hogy már ha nem bántjuk egymást, nem ki akarjuk legalább vinni az elejét, az is kb. Lehetetlen. Úgyhogy én egy 10 per 5-öt adnék erre a pályára, maga az ötlet egyébként nem volt rossz, kicsit kevesebb lézerrel kellett volna. A végén meg aztán tényleg fogalmam sincs, hogy ez a sok lézer, az mégis mi a szar volt. Ez szar volt, szerintem ez nekem 10 per 2. Na jó, jöjjön valami jobb pálya. Itt is van a következő map, a Balance Blitz nevezetű pálya, amit szintén, ahogy látjátok ott azon a kijelzőn, Blade JT épített. Nem tudom, hogy azt amúgy őszintén, hogy a szarba csinálta meg. Mit? Hát, hogy ott így néha kijelződik, néha meg eltűnik az a felirat. Ja! Elég ügyesen megcsinálta, de a kód Blade JT-t azt engedjétek el, természetesen a Hunter kódot használjátok, hogyha bármit vásároltok. Na de egyébként jó lenne, ha egyáltalán bebírnánk jutni a pályára, tehát már ez se olyan könnyű feladat. Ez mi a fa?
mozognak. Elején még nem mozogtak. Azért, hogy ne tudj itt visszamenni megint, ez is ilyen szarbaz. Mi a fasz? Itt van a legújabb Elimination pálya, srácok, a játékban. De ez hogy a kur... Azért ezt jól megépítették, nem? Ezt nagyon azért megépítették. Ez volt azért munka, nem, tesó? Át is estem a blokkon, tesó. Na és itt is vagyunk végre ezen a hülye platformon. És itt az a lényeg, srácok, hogy lőnek ilyen ágyú golyókat minden irányból, és nyilván ezeket kell túlélni, közben billeg az egész blokk, és még a másikat is le kell lökni. Persze Vence, amit már egyből le is repült, és nyilvánvalóan én is, és sajnos itt visszamenni szintén nem lehet, szóval újra is kell töltenünk a játékot. De egyébként szerintem nem egy rossz ötlet ez egyáltalán. Ez szóval jó, kreatív... De miért nem lehet visszamenni, bassza? Ez olyan hülyeség szerintem, hogy nem lehet visszamenni egyébként, de nem baj. A lényeg az, srácok, hogy ez is egy kreatív pálya, talán egy nagyon picivel kevesebb ágyúgolyót el tudnék viselni, mert így kb. Lehetetlen túlélni. Nyilván 32-es menetben vicces tud ez lenni, vagy hogyha többen vagytok, 1v1-ben lazább lenne, vagy ilyen izgalmasabb lenne, hogyha csak a platform billegne, vagy akár csak egy vagy két darab ágyú lövögetni az egészet. Így kb. Ahogy látjátok is innen is, tehát eléggé bírhatatlan ott rajta maradni igazából, maximum tauntal, vagy én nem is tudom. Igen, az a baj, hogy egyébként simán jó lenne ez, csak tényleg többen is igazából többen el se fértek ott, rögtön leestek, igazából tényleg az lenne jó, hogyha kevesebb ágyúgolyó jönne, hát tényleg csak egy-kettő, és akkor az lenne a lényeg, hogy a speciális emótokkal megpróbálni megszivatni esetlegesen a másikat. Átesek a blokkomba. Amúgy ez nekem nem tetszik annyira, hogy nem lehet visszamenni, mert fanolni barátokkal úgy lenne jó egyébként, hogyha vissza lehetne menni a pályára és több kört akár játszani, nem kéne mindig kilépni, pont ez lenne a jó az alap elimination pályákhoz képest, de maga az ötlet meg szerintem nem rossz, egy kicsit kevesebb ágyúgolyóval, meg hogyha mondjuk a Code Hunter íródnak ki ott a háttérben, akkor tökéletes lenne. Én azt mondom, hogy egy 10/6-ot tudok adni erre a pályára. Nekem tetszett az ötlet, az ágyúgolyók tényleg nagyon sokak voltak, nekem 10/5. A következő pályát pedig egy nézőm küldte be, szóval fogalmam sincs, hogy ez pontosan mit tud. Aha, ott alul vannak valami lézrek, de mik azok, ja, az, mi a fején állunk, tesó? Azért néztem, mondom, hogy nézünk ki? Vannak azok lézerek, nem mozognak. Nem mozognak, tehát igazából ez annyi, hogy itt tudunk közötte. Aha, de nem mozognak! Aha, elindulnak, de még mennyire bazd meg! És amúgy az jól megvan csinálva, hogy itt respawnunk, egyből így lezuhanunk a pályára, az már is egy nagy dupla V, viszont maga a pályára, amúgy bírható a lézer egyébként. Egybe át lehet ugrani az összeset egyébként. Igen, nagyon gyorsan mozognak, de közben meg nyilván, amíg szivatni is akarjuk egymást, ilyen lézertrészer jellegű, de azért egy kicsit tovább van gondolva. Nem a világ legkreatívabb dolga, de azért kellett építkezni, tehát itt körbe is azért körbe rakta olyan kilgokkokkal. Na, fia, nézd, dobálom ide be neked a dobókockákat. De bro, az nem a pálya része, hanem az csak azért van, hogy innen kell elindulni. Vágom, de hát oda tudok menni. Á, de nem lehet! Á, de meghalok! Na, mehet egy 1v1? Menjünk ki oda arra kintire, és egyszer induljunk meg. 3, 2. Egy, és mehet. Jó, megy. Jó, átugrom. Nagyon jó. Elrontott a dobókocka. Á, de nem hiszem el. Meghaltunk mind a ketten, de talán én haltam meg sajnos hamarabb. Vicces amúgy, ez a vicces az ötlet, de annyira azért nincs túl gondolva, tehát az előző pályákon azért többféle dolog volt. Én erre mondjuk egy 10/6-ot tudok szintén adni. Hát jó, nekem ez is 10/5. Az igen, az, hogy respawnolunk, az egyetlen. Már ennek is úgy örülünk, hogy respawnolunk, mint majom a farkának konkrétan, de amúgy meg ez is, hogy el lehet ugrani, ez amúgy nem olyan rossz. Közöttük egyáltalán nem lehet semmit sem úgy csinálni, tehát így be lehet ugrani, így random, így valahova, egyáltalán nem, tehát hogy ez teljesen esélytelen. Szóval ez annyira azért nem kreatív pálya, szerintem ezt azért nem volt olyan nagyon sok idő megépíteni, de attól függetlenül el lehet rajta szerintem szintén fanolni. Következő pálya pedig a Beast Tracer névre hallgat, és egyből zuhanunk lefele konkrétan, úgy spawnolunk, mi a franc? Atyavilág, ez micsoda? Konkrétan. Hát nem tudom, tesó, ezt gondolom talaj, igen, itt vannak ilyen lézerek, meg minden, de közben itt vannak ilyen különböző platformok, ahova így át lehet így menni. Van ilyen Mr. Beast csoki is, erre nem tudom, nagyon mi értelme van fel. Vannak ilyen csapdák, azért ez elég összetett pálya. Ezt is talán többen lenne egyébként még izgalmasabb játszani. Itt középen erre is fel lehet jönni, de át lehet ugrani, éppen hogy át tudtam ugrani rá. És most pedig Vence, amit szóval le kéne ütni a francba. Jó, amúgy ezen fel lehet maradni, akkor én azt mondom, hogy akkor most mehet egy-egy V1. Hú, de lézerek azok nagyon jönnek. Ezek egyre gyorsabban jönnek. Egyre gyorsabban, de szerintem amúgy ez legalább még bírható viszonylag, szóval azért így bőven túl le. Ó, bazd. Azért nem annyira könnyen bírhatóak, azért is érdemes erre feljönni egyébként. Úristen. Elején jobb volt, de miért indultak igen. Be ennyire pont a lézerek? Ezt akartam mondani, hogy legalább ez bírható, normálisan meg vannak csinálva, erre megint úgy jönnek a lézerek, hogy kb. Köpni nyelni nem tud az ember. Néha van egy-két pillanat, amikor itt semmi lézer nem jön, aztán meg úgy megindulnak, mint a rohadt élet. Ó, és beakadtam egy checkpointba. Sohogy. Nem tudok kijönni. Folyamat meghalok a checkpointba. Pedig ez jó lett volna, nem jönnek volna ilyen gyorsan a lézerek, hűje. Hát kár egy kicsit, hogy ennyire felgyorsultak, amúgy az elején jobbnak tűnt a pálya, de alapvetően szerintem nem egy rossz
az, tehát, hogy ilyen különböző platformok vannak, amikre így át lehet ugrálni. Teljesen jó ötlet volt, hogyha a lézerek ugyanúgy maradtak volna, akkor teljesen király lett volna, így viszont egy szar. Igen, mert mindenki valamiért arra megy rá, hogy milyen nehéz legyen a pálya, de akkor nem lehet rajta normálisan 1v1-ezni, normálisan játszani. Hát ez a srácok, ha megnézitek az elimination pályákat, amik... kell. Persze, nem kivinni kell, meg amik megnézitek srácok az elimination pályákat a játékba, ott is igazából, hogyha ha nem szivatnak meg, vagy ilyenek, akkor azért fönn tudsz maradni. Tehát, hogy nyilván van, amikor már nehéz, tehát legabédébe is, meg Rush Hour-be is nyilván van olyan, amikor már azért tényleg kell a skill is, hogy már csak önmagadban fönnmaradj a pályán. Viszont azért simán teljesítető, itt meg konkrétan magadtól is azonnal meghalsz, és igazából az a lényege az elimination pályának, hogy te leszivasd a másikat, az elveszik teljes mértékben. Úgyhogy így, hogy már így felgyorsultuk a lézerek, én erre is egy 10/6-ot tudok adni. Hát én meg egy 10/4-et körülbelül, nekem ez nagyon nem tetszett. Az elején azt hittem, hogy 10/8-as a pálya, aztán utána, ahogy begyorsultak a lézerek, felére le is csökkent az értékelésem. Viszont összességében, srácok, szerintem eléggé izgalmas és érdekes pályákat sikerült kipróbálnunk. Ahogy mondtam, nyugodtan írjátok le a saját pályakódjaitokat kommentben, illetve írjátok meg nyugodtan, hogy nektek melyik pálya tetszett a mai videóból a legjobban. A kódokat megtaláltuk a leírásban, szóval akár ti is ki tudjátok őket próbálni. Ha szeretnétek még több hasonló Stumble Guys-os videót látni, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, ha még esetleg nem lennétek, és ide kattintva pedig csekkoljátok ezt a videót is. Illetve iratkozzatok fel Vence30 csatornájára is, nagyon fontos, srácok. Az borzasztóan fontos.